Rudolf Gergely és Kónya Márk már biztosan az NB1-ben kezdi a tavaszt, a két játékos már alá is írt a szerződését Balmazújvárosban. Rajtuk kívül távozik még Nyíregyházáról Máté Péter is, az ő jövője még bizonytalan, az sem elképzelhetetlen, hogy szögre akasztja Stoprisát. Csernák Martin iránt két csapat is érdeklődik, őt a több játék lehetőség reményében kölcsön adja a klub, csak úgy, mint Bíró Dominikot is. Hermány Bence és Rezes László sem valószínű, hogy a Sparinál kezdi meg a tavaszt, mindketten megfelelő ajánlat esetén távozhatnak az együttestől. Ők már nem is tartottak a nyíregyházi alakulattal a törökországi edzőtáborba, ahová a 25 fő helyett végül 24-en utaztak el, mivel Bajzát Péter vírusos betegség miatt idehaza kényszerült maradni. Az utazók között Jova Levente és Rubus Tamás éppen most hosszabbította meg szerződését 2020-ig, illetve új arcok is felfedezhetők a játékosok között. Ötvös Bence csak részben számít újnak. A fiatal játékos ősszel a Sparitól került Cigándra egy évre, most féltávnál egyelőre Nyíregyházán kezdte meg a felkészülést. A harmadik számú kapus Nagy Máté az U19-ben teljesített eddig jól, most a felnőttek között bizonyíthat. Hornyák Marcel is ott van Törökországban, ő tavaly gólkirály volt, ősszel pedig 16 mérkőzésen 15 találatig jutott az NB3-ban. Azt reméljük, hogy nem lehet véletlen, hogy valaki két szezonon keresztül ennyi gólt termel. Ebből nyilván nem következik azonnal, hogy egy osztálya följebb is ezt meg tudja ismételni, de azt gondoltuk, hogy akkor járunk el felelősen, hogyha egy nyíregyházi születésű fiú, aki itt a Nyírbátor színei ment, tehát a közvetlen közelünkben termeli a gólokat, megkapja az esélyt a megye nagy klubjától, hogy ott is megmutathassa magát, aztán az rajta múlik, meg a stábon múlik, hogy ki tudjuk-e hozni belőle ezt a sok gólt egy osztálya feljebb vagy sem. A Sparinál cél, hogy az utánpótlásból minél többen eljussanak a felnőtt együttesig, így már akár most élen az U19-es játékosok közül lehetnek, akik profi szerződést kapnak és kölcsön adják őket az NB3-ba, páran pedig több lehetőséghez juthatnak, hogy a felnőtt kerettel készüljenek. A csapat jelenleg Törökországban ideális körülmények között készülhet a tavaszi szezon kezdetre, innen Lucsánszky Tamás interneten keresztül adott helyzetjelentést. Napsütésben kitűnő pályákon tudunk dolgozni, úgyhogy eddig elérte a célját, abszolút az otthoni körülményeknél messze jobb körülmények között, ugye itt most gondolok az időjárás különbségre, messze jobb körülmények között tudunk dolgozni, úgyhogy kontrolláltan napi kettő, illetve három edzéssel. Az első felkészülési meccsét január 20-án játssza a Spari, az orosz második ligás FC Baltika Kaliningrád ellen Törökországban. Közben még tavaly év végén az is biztossá vált, hogy 10,3 milliárd forintból egy új 8000 férőhelyes stadion épül majd Nyíregyházán. A csapat az építkezés alatt sem szeretne eltávolodni a várostól, éppen ezért a tervek szerint az építkezést úgy ütömezik, hogy közben használható legyen a stadion, vagy egy olyan, az előírás szerint 1200 férőhelyes pályát alakítanak ki, melyet később a női, illetve az utánpótlás egyesület is használhat majd.